pudingot. Ne idős telekedj, kérlek. Tudod, mennyi munkám volt vele? Hajnal 3-kor még csak félig volt. Elmegyek. Tiszteletem. Jó napot. Tessék. Köszönöm. Maga is hozott ajándékot. Hát kellett. Neve? Az ajándéknak? Nem adtam neki nevet, nem kötődöm annyira hozzá. Ne. Ez ilyen pszichológiai teszt? Maga neve. Ja, Tóth János. Vannak-e tünetei? Hát, tegnap is számít? Minden tünet számít. Tegnap kicsit felgyorsult az anyagcseré. Kicsit? Milyen volt a széklete? Gyors. Állaga? Mondtam, hogy nem fogadhatom el. Nem jó az edény? Kérem, még számos kollégája van odakint. Leírja a tüneteit, vagy pedig saját felelősségére távozik. Most akkor ezzel mi legyen? Oda a dobozom? Hát adja oda a kollégáinak, biztos örülnek majd neki. A kolléganőjénél is volt, most már jut majd mindenkinek. Nem kellene ezzel ércelődni, nem könnyű egész napi szenvedés után ennyit összehozni. Ebben elfér egy fél piskóta, vagy két adag rakott krumpli. Ha maga kér valamit, és én rászánom az éjszakámat, akkor legalább az erőfeszítést méltányolhatnám. Maga egész éjszaka csoki pudingot csinált nekem. Hát, így is lehet mondani. Maga beteg? Igen, ezt mondom, ezért hoztam ezt a... Hát, összefüggésben van ez a munkakörével, mármint a betegsége? Lehet. A stressz, az ülő életmód. Na de hát, ha jól értettem, akkor csak tegnap óta tapasztalja a tüneteket. Igen. Hát akkor, hogy kizárjuk a komolyabb betegséget, szükségünk lesz széklet mintára. Ezt majd adja le a laborban, írok hozzá egy beutalót. Ezt? Nem túl kicsi ez. Mihez képest? Hát... Nem mondja, hogy az van benne. Hát, ha nem hisz nekem, nézze meg. Azonnal vigye ezt innen! 30 éve vagyok a szakmában, de ilyen undorítót még nem láttam. Miért hajszál van benne? Azonnal csukja be! Maga beteg! Tudtam. Vigye ki! Azonnal vigye ki! Küldje be a következőt! Most akkor ezt ne hagyjam itt. Ne! Vigye ki! Júj! Viszlát. Fúj! Hívja már valaki a mentőket?